szeretettel üdvözlünk benneteket Pusi és Fenyő konyhájából. Nagy hét van, bőtölni fogunk, már a tegnap elkezdtük. Pusi egy nagyon finom olasz rakós receptet készített el, ma viszont túrós puliszkát fogok készíteni. Sajnos a finom erdélyi túrónk elfogyott, amit édesanyám hozott karácsonykor, így úgy döntöttem, hogy a hűtőben, amit találok, mindenféle sajtot fogok majd felhasználni. Találtam egy kis fetát, camembertet, mozzarellát, egyéb sajtokat, nagyon finom lesz. De mielőtt elkezdünk is bármit, erdélyi jó szokás szerint töltök egy nagyon finom vírusmentes, vagy vírus ellen szilvapálinkát. Töltök az embernek is. Ettől jobb kedvünk lesz. És ahogy otthon szoktuk mondani, erőt, egészséget. Ettől biztos finomabb lesz. Na szóval, én már oda tettem a lábas vizet. Azt kell tudni a puliszkáról, a kukoricadaráról, hogy ne épp fővővízbe rakjuk bele, hanem mikor már forróbb a víz, akkor nagyon óvatosan kezdjük el beleönteni a puliszkát, és lassan kavargatjuk. Na, meglett a finom puliszkám, csomómentesen. Jó, ügyes. Mivel koronavírus karantén van, ezért csak kettőnek készítek, úgyhogy ebben a lábosban fogom elkészíteni. Máskor, mikor nagy adagot szoktam csinálni, akkor a sütőben természetesen. Teszek egy pici vajat, így az aljára. És akkor ráütöm. Így kb. Ennyit. Úgy. Közben kezdett, mosok, majd a sajtokkal fogok dolgozni. Én is mosatok meg a kapon kezet. Jól van. Vissza ide. Na és akkor. Ezzel látszik, segítségre fog. Kicsit mozzerás, jön baj. Csak el ne vágjam magam. Megvan. Ezt így kézzel bele lehet morzsolni. Nem baj, hogyha ilyen nagy darabos, annál finomabb. Így, né. Szerint nem lesz elég a saj, de szerintem bőven elég. Közben megreszeltem, segített, amit köszönöm. Ó, ez még sok is lesz szerintem. Így van. Berakjuk ezt a jó folyós hamembert is. Így, egy picit megolvadt már, de nem baj. Felpróbálom darabolni, hogy mindenhová jusson. Majd ott szépen elolvad. Így. Jó. Na, akkor jön rá még egy adag. Így. Mert a puliszkát fel lehet holnap használni tejjel. Bármivel. Nagyon finom lesz. Sose lehet eleget készíteni. Akkor most rájön a reszelt mozzarella. Azt elfelejtettem mondani az elején, hogy mielőtt elkészítjük a puliszkát, a vízbe rakunk egy kevés sót. Hát ez isteni finom lesz.
a felét. És egy olyan 20 percig süt. Micsoda illatok, gyertek csak közelebb. Ezt nézzétek. És amíg a túros pulcsim, ahogy apám mondaná, elkészült, elkészítettem egy friss salátát, amiben van retek, uborka, paradicsom, újhagyma, olívaolaj és ecet. Ez nagyon fog passzolni a túros puliszkánkhoz. Tehettek rá egy kis tejfölet, és ebbe a bezárt, elzárt világban vigyázzatok magatokra, használjátok ki, főzzetek finomakat, egészségeseket, szeressétek egymást, már mondtam, vigyázzatok egymásra, magatokra, és minden jót. Puszi! Jó! Na, milyen a végeredmény? Ahogy a drág barátom mondaná, dűdborít!